A kvantummechanika alapjai. Első rész. A fény darabossága. A fizikusok sokáig úgy hitték, hogy a fény nem több, mint elektromágneses hullám. Ez jogos feltételezés volt, mert az optikai jelenségek megmagyarázhatók a fény hullám természetével. Ez lehetővé tette fejlett optikai berendezések tervezését és építését. Kiderült azonban, hogy vannak olyan jelenségek is, melyeket nem lehetett a fény hullám természetével magyarázni. Ilyen jelenség volt az izzított testek sugárzása. Ezek színképét csak úgy sikerült megmagyarázni, ha feltételezték, hogy a fény darabosan keletkezik. E darabok energiája az úgynevezett Planck állandó, szokásos jele a H, és a frekvencia F szorzatával egyenlő. A fény hullám természete alapján nem volt érthető a fény elektromos jelenség sem. Ez akkor lép fel, amikor egy fémdarabot megvilágítunk, és ennek hatására elektronok lépnek ki belőle. A kísérleti eredmények itt is csak az E egyenlő H-szor F képlettel számolható fénykvantumok, más néven fotonok feltételezésével voltak magyarázhatók. Még inkább megerősítette a fénydarabosságát az a kísérlet, amit Arthur Compton végzett el. Ebben röntgensugárzás elektronokon való szóródását tanulmányozta. Az nem volt meglepő, hogy egy párhuzamosan belső röntgennyaláb egy része minden irányban szóródott az elektronokon. Ez a röntgensugárzás hullám természete alapján is érthető, hisz a hullámok is szóródnak az akadályokon. A kísérlet azonban azt mutatta, hogy a szórt sugárzás kisebb frekvenciájú volt, mint a belső, méghozzá minél nagyobb volt az eltérítés szöge, annál nagyobb mértékben. Compton ezt azzal magyarázta, hogy a röntgensugárzás nem folytonos hullámként, hanem kis golyócskák áramaként áll kölcsönhatásban az elektronokkal. E kis fotonok és az elektronok ütközése az energia megmaradás és a lendület megmaradás törvénye segítségével leírható. A szórt sugárzás frekvencia csökkenése így már érthető. Az ütközéskor a fotonok mozgásba hozzák az elektronokat, így energiát vesztenek, ami az E egyenlő H-szor F összefüggés miatt frekvenciavesztést jelent. Compton a mérési adatok alapján azt is meg tudta határozni, hogy a kis fénydarabkák tömege, az energiájuk és a fénysebesség négyzetének hányadosa, lendületük pedig a Planck állandó és a hullámhoz hányadosa. Ezzel a kísérlettel egy új dolgot tudtunk meg az elektromágneses hullámokról, mégpedig azt, hogy bizonyos körülmények között tömeggel, lendülettel és energiával rendelkező részecskeként viselkednek.